A szeptemberi esőzések magukkal hozták a szőlő harmadik veszedelmének számító gombabetegség, a botrytis, a szürke rothadás megjelenését is. De különösebb nagy aggodalomra semmi ok, állítja Füzi István növényvédő fejlesztő mérnök. A vörös borszőlők közül például a kadarkát lehet kiemelni, de nagyon fogékony például a szirá. Amikor hajlamosító tényezők azok jelentősebbek, akkor a merló, a cabernet franc is tud rohadni. Az időjárás, mint első számú hajlamosító tényező mellett más okok is állhatnak a szürke rothadás hátterében. Ilyen a termőhelyi adottságok közötti különbség, miután ugyanaz a szőlő ugyanazzal a műveléssel, az egyik helyen rothad, a másikon meg nem. Ennek is megvannak az okai, a talajban levő különbségek, a tápanyagszolgáltató képessége a talajnak nagyon fontos ebből. Ugye mondtam, a fajtát, rendkívül lényeges a fajtának a kérdése, és milyen fajta. Ilyen 5-8% közötti fertőzöttség a szekszárdi történelmi borvidék és a tolnai borvidék magasabb fekvésű ültetvényein egyáltalán nem jellemző. A lapályban, érdekes módon a tavak környékén, annál inkább tudtuk meg a bennünket a részletekbe beavató szakembertől, aki ismerve a meteorológiai előrejelzést, látva a jelenlegi helyzetet, legfeljebb közepes fertőzöttséget jósol, ami nem jelent veszélyt a még kint lévő közép- és késő érésű fajtákra.